Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai nap apropója az végül is a héten volt Orbán Viktor és Angela Merkel közti találkozó. Számos értékelés hangzott el azóta. Mindenki igyekszik a lehető legnagyobb mértékben tisztán látni, ami történt kérdés vonatkozásában. És mi úgy látjuk a Magyar Szocialista Párt részéről, hogy Orbán Viktor bár nagyon szeretne, de nem tud kiszabadulni abból az érvrendszerből, amely most éppen Merkel asszony közvetítésével Európa üzenetét tolmácsolja Orbán Viktor felé. Egy apró mozdanatra szeretném emlékeztetni önöket. Ez az apró mozdanat az abból állt, hogy amikor Orbán Viktor az elhíresült záró sajtótájékoztatón megpróbálta ismételten és sokadjára megmagyarázni a Strucz politikájának a lényegét, akkor Merkel asszony gyengéden csak annyit mondott neki, hogy na jó, menjünk fényképezkedni. Azaz nem nagyon volt vevő itt a sokadik meghallgatásra, és ezek azok a mozzanatok, amelyek arra késztetnek minket, hogy szeretnénk világossá tenni ebben az egész kérdéskörben, jelesül a menekültügyi és migrációs kérdéskörben, ez két probléma. A Magyar Szocialista Párt, illetve a kormány zárójelben a Fidesz álláspontja vagy politikái közti különbséget. A Magyar Szocialista Párt, és itt bármit mondjon a Fidesz, bármit hazudozzon a Fidesz, bármit szajkozzon a Fidesz. A Magyar Szocialista Párt a jogszerűség és a humanitás oldalán áll. Szeretném mindkét fogalmat megvilágítani. A jogszerűség azt jelenti, hogy a menekültügyi és migrációs kérdéseket számtalan nemzetközi szerződés szabályozza. Ezen felül az Európai Uniónak is, ha nem is teljes körűen, de vannak részben közös szabályai. Léteznek az európai tagországok között két, három vagy több oldalú megállapodások, illetve léteznek ezen felül a nemzeti szabályozások is. Ez négy réteg. A Magyar Szocialista Párt álláspontja szerint ennek a négy rétegnek a harmonikus figyelembevételével kell ezekhez a kérdésekhez hozzáállni. És van még egy ötödik réteg, ami még nagyon-nagyon hiányzik, ez pedig az Európai Unió közös menekültügyi és migrációs politikája. Szebb nevén a dublini rendszer reformja. A humanitás az azt jelenti, hogy bárkiről is lett legyen szó, az emberi bánásmód standardjainak minimumát mindenféleképpen meg kell tartani. Ez nem menekült simogatás. Ez egyszerűen az európaiságnak a leglényege. Mi a Fidesz politikája? A Fidesz politikája a hazudozás és az érzéketlenség. Hazudozás azért, mert a kormány, különösképpen a lakány médiája révén, egyszerűen nem hajlandó tájékoztatni a magyar embereket a tényleges és valós helyzetről, a tényleges és valós folyamatokról. Ezek sorában szeretném említeni, hogy a tétlenséggel vádolt Európai Unió a 2015-ös menekült hullám csúcsához képest már a 2018 májusára, akkori az adat, odáig jutott, hogy a 2015-ös októberi csúcs számokhoz képest májusban 95%-os csökkenés van. Azaz, jelenleg a mi emlékeink szerinti nagy menekült hullám erejéhez mérten csak 5%-os az, ami ma a problémának a bejöveteli oldalán a lényegét alkotja. Azaz, Európa megoldott valamit. Független attól, hogy az Európai Unió egyes vezetői, élén Orbán Viktorral, ezeknek a megállapodásoknak a folyamatos furdalásával foglalkozik. A Fidesz hazudozása abban is megnyilvánul, hogy még egyfelől a hazai közvéleménynek azt mondja, hogy márpedig a problémákat ott kell kezelni, ahol fölmerül, zárójelben a problémák alapja valóban a különböző afrikai, közel-keleti és más országokban merül föl, azaz Európának segítenie kell az ottani embereket,
az ottmaradás feltételeinek biztosításához. Ehhez képest 2018. május 2-án volt az a pillanat, amikor Orbán Viktor szó szerint megfúrta és megvétózta a közös fellépés lehetőségét, az afrikai országok és Európa kapcsolatait egy fokkal előrébb vívő úgynevezett marrakesi konferenciának a egyáltalán a létrejöttét. Az érzéketlenség pedig azt jelenti, hogy Orbán Viktor nem hajlandó fölfogni, hogy a szolidaritás jelen pillanatban nem úgy általában a menekültekhez tartozik, sokkal inkább az európai tagországok közti szolidaritásról beszélünk. Csak az ellentmondásokat, hogy kidomborítsam, az elhíresült Merkel-Erdogan megállapodás, magyarul, amikor Európai Unió és Törökország megállapodást kötött, hogy Törökország lezárja, lehúzza a sorompót és nem engedi át területéről a szír menekülteket, pontosabban amit átenged, nagyon kevés, azt rendezett körülmények között teszi, visszafogadási klauzulákkal. Ez kérem szépen 2016. március 7, azaz már egy éve tulajdonképpen nem volt menekült áradat, amikor 2017. áprilisában, tehát egy év múlva Orbán Viktor győzedelmesen bejelentette, hogy fölépítette a kerítést. Azaz, Orbán Viktor ma már nem létező problémával traktálja a magyar közvéleményt, és ezen a ponton mindenképpen szeretnék egy összefüggésre rámutatni. A 2015-2016 során Európába bejutó durván 2 millió bevándorló, és itt most egybefoglaltam a menekülteket, illetve a gazdasági szándékokkal érkezőket. Ez a 2 millió ember így, ahogy, vagy úgy, ahogy, de megérkezett oda, ahova ő eredetileg menni akart. Magyarul a kerítés túloldalán nincs senki. De fölteszem a kérdést, hogyha a regisztráció és az elbírálás problémáival, 2 millió emberről beszélünk, sem Görögország akkor, sem Olaszország ma egyedül nem bír megbirkózni, akkor miből gondoljuk, hogy ez megoldás lett volna, hogy a déli határainkon fölszaporodik egy 2 milliós tömeg? Angela Merkel ezért rendelte el annak idején a szír menekültek befogadását, hogy megakadályozzon egy hatalmas humanitárius katasztrófát. És most már nagyjából végére érek a mondatom lényegére. A problémának egyik oldala az embercsempészet. E tekintetben az Európai Unió érte el eredményeket, de nem teljes körű eredményeket. Az embercsempészek ugye azt mondják, hogy adjál nekem pénzt, sokat, és bevisznek az Európai Unióba. Semmivel nem különbözik ettől a magatartástól az, amikor valaki azt mondja, hogy adjál nekem pénzt, és én behozlak az Európai Unióba. Orbán Viktor az erőltetett letelepedési kötvényei révén gyakorlatilag de facto Európa egyes számú embercsempészévé lépett elő. Orbán Viktor laza vagy nem létező ellenőrzési eljárások keresztül 20 ezer olyan embert hívott be Magyarország területére, akik valamilyen jogi eljárás elől menekülve, többnyire ez valószínűleg gazdasági természetű jogi eljárások elől menekülve a saját hazájából, Európában keresett menedéket az igazságszolgáltatás alól. Azaz, ez a 20 ezer ember gyaníthatóan nem az élet fehér oldalán áll. A Magyar Szocialista Párt ezért kitartóan szorgalmazza, hogy ennek a 20 ezer, vagy talán még több is, ennek a letelepedési kötvényekkel felszerelkezett embereknek mindegyikét az utolsó szálig világítsuk át, és egy másodlagos döntést kell hozni, hogy maradhatnak, vagy menjenek. Végezetül
két magas emberről van szó Orbán Viktor és Angela Merkel esetében. Az a tény, hogy Orbán Viktor nem kíván a megoldás részévé válni semmilyen európai fronton, sokkal inkább magát a problémaként igyekszik pozícionálni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az Orbán-Merkel kötélhúzásban nem túl szép perspektívák mutatkoznak Magyarország számára. Az a tény, hogy a mostani migrációs csúcs találkozón, és bár erről nem nagyon szólt a sajtó, de a migrációs kérdések mellett legalább olyan éles erővel merültek fel a gazdasági együttműködésnek a kérdései, ez német részről egy burkolt üzenet arra nézvést, hogyha Magyarország továbbra is akadályozza a közös európai menekültügyi és migrációs politikának a tetőaláhozását, mi több a zavaros jogi hivatkozásaival, makacskodásával gyakorlatilag szétveri a ma még létező schengeni szabad határátjárásnak a rendszerét, ebben az esetben bizony az könnyen a magyar-német gazdasági kapcsolatok rovására mehet. Ha ezt a világos üzenetet Orbán Viktor nem fogta föl, azt végtelenül sajnáljuk, de a Magyar Szocialista Párt részéről a magyar közvélemény számára szeretnénk világossá tenni, hogy itt messze nem csupán migrációs politikákról, sokkal inkább Magyarország jövőjéről van szó, és éppen ezért felszólítjuk a Fideszt a magunk részéről, például európai parlamenti képviselőink részéről pedig a Magyar Szocialista Párt mindenképpen a közös európai megoldásoknak a pártján áll. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!